Jó estét kívánok! Önök a Bajnokok Városát, a Fehérvár Televízió sportmagazinját látják. Mai adásunk egy picit rendhagyó lesz, hiszen nem hívtunk ide stúdió vendéget, ellenben három érdekes anyagot próbáltunk önöknek összerakni és összesűríteni ebbe a bő 20-25 percbe. Kezdjük mindjárt egy érdekes és egészen kiváló programmal, kezdeményezéssel, mert hogy újabb állomásához érkezett a Molvidi FC mentor programja. A következő fél évben az utánpótlásban dolgozó körülbelül 20 korosztályos játékosának fejlődését segíthetik majd elő a felnőtt játékosok. Nagy nap jött el azon fiatal vidi labdarúgók számára, akik lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek a klub mentor programjában. A 11-17 éves fiatalok ünnepélyes keretek között tudták meg, ki lesz a mentoruk a nagy csapatból. Újítás, hogy immár egyfajta fogadalmat is alá kellett írniuk. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és köszönöm én is elsősorban a játékosoknak, hogy ilyen feszített programban is ilyen nyitottak voltak, és ennyire együttműködőek. Tanuljatok tőlük, szerintem mindent. Ellesettek nem csak, hogy dolgoznak a edzéseken, meg a pályán, hanem hogy emberileg is így járnak hozzátok. Tényleg első szóra minden játékos nagyon szívesen vállalta. Levontuk az első mentorprogramból is a következtetéseket, azt gondolom, hogy jól sikerült, de lehet mindent jobban csinálni. De megint csak köszönöm, hogy a játékosokra nézek, hogy ilyen aktívan részt vettetek ebben, mert a gyerekeknek nagyon sokat adtatok ezzel. Néhány új dolog belekerült ebbe a programba. Megfogalmaztunk a játékosokkal szemben elvárásokat, tehát ez a szerződés, ami hát tulajdonképpen nem egy szerződés, hanem egy olyan levél, amiben a játékosok felé ezeket az elvárásokat írásban is megtettük, és ők ezt az aláírásukkal hitelesítették. Ez tartalmazza azt, hogy ők hasonló elszántsággal vetik bele a munkába saját magukat, odafigyelnek az életmódjukra, illetve az öltözön belül és az öltözön kívül iskolában is a magatartásukkal, tanulmányi eredményükkel példaként fognak szolgálni a többiek felé. Ez újdonság az előző évekhez képest, de úgy gondoltuk, hogy szükség van erre, hiszen ha picit játékosan is, de próbáljuk azért érzékeltetni velük azt, hogy micsoda felelősség van a vállukon, amit ebben a korban egyébként azzal, hogy ők versenyzők és hétről hétre kimennek a pályára megmutatni a teljesítményüket, ők tudjuk, hogy ezt képesek kezelni és jól kezelni. Ami újdonság még az, hogy néhány területen bővítettük a támogatási lehetőségeinket, itt egészen konkrétan egy dietetikust kapcsoltunk be ebbe a programba, illetve a pszichológus, mentáltréner azokat a területeket, amiket már tavaly év során elkezdett támogatni, tovább bővítette, hiszen most már mérkőzés közben is figyeli a játékosok, az edző, a szülők magatartását, illetve idegenbe is elmegy már időnként egy-egy csapattal, hiszen idegenben esetleg nagyobb nyomás helyezedik a játékosokra, és nagyszerű tanácsokkal próbálja meg a szülőket, a csapatot, illetve a játékosokat és az edzőket is ellátni. Hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ő a mentorom. Úgy gondolom, hogy sok tapasztalatot át fog nekem adni, amire nekem esetleg szükségem lehet a későbbiekben, és tényleg jó érzéssel tölt el, hogy egy ilyen emberrel lehetek együtt most is, és olyan kapcsolatban lehetek vele, ami nem mindenkinek adatik meg. Lehet, hogy ha jövőre én abba hagyom, akkor majd a helyemben fog futbolozni, kívánom neki. Én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen kapocs van az utánpótlás és az első csapat között. Ugye az ismeretségünk abból fakad, hogy én már az edzőire járok, és voltam náluk edzést vezetni. Már ott is azért feltűnt az ő tehetsége. Örülök neki, hogy ennyit áldoznak itt a vidén is arra, hogy minél többet foglalkoztassák a fiatalokat, és minél többet megtapasztalnak abból, hogy mi is kell ahhoz, hogy valaki profivá váljon. Főleg ugye a Kriszék korosztály, és azért ők már egyre közelebb kerülnek ahhoz a lehetőséghez, hogy az első csapat ötözőjébe kerüljenek. Én próbálok nekik mindenben segíteni, bízom benne, hogy tényleg ez a kommunikáció ez nagyon őszinte és bizalmas lesz, hogy bármilyen kérdést felmernek nekem tenni, én szívesen válaszolok mindenre. Biztos vagyok benne, hogy őket már több olyan kérdés foglalkoztatja, így a profilválás előtt, ami esetleg érdekesebb is lehet.
Úgyhogy remélem, hogy jó lesz majd az együttműködés, és picit én is hozzá tudok majd tenni az ő pályafutásukhoz. Említetted, hogy az MTK-nál is egy mentorprogramba csöppentél még annó. Ki volt az a játékos, akinek a láttán neked így kikerekedett a szemed, és leesett az álladott a kékfehéreknél a mentorprogramban? Hát ugye azért Illés Bélát nem kell bemutatni senkinek. Én nekem óriási megtiszteltetés volt az, hogy 16 évesen vele egy öltözőbe öltözhettem. Ugye az, hogy mikor 14 évesen felkerültem az MTK-hoz, és pont egy ilyen edzés alkalmával, vagy két edzés alkalmával így velünk is edzett, az nekem olyan meghatározó élmény volt, hogy mai napig tényleg itt van a szemem előtt. De utána tényleg az, hogy ilyen fiatalon bekerülhettem oda az MTK öltözőjébe is, és ott készülettem akár a Bélával, akár a Halmai Gabival, Pison Pistával, Hajdot, de Zavacki Gabival említhetném olyan játékosok sorát, akiktől nagyon sokat tanultam, és én is nyitott voltam arra, hogy igenis ezektől a játékosokról lehet olyan dolgokat eltanulni, ellesni, akár az öltözőben, akár a pályán, ami kell ahhoz, hogy egy profivá váljon egy futballista. Ugye sok minden más hozzátartozik, nem csak a pályán lévő dolgok, hanem sok egyéb dolog is hozzátartozik a profi élethez. Erre most, ahogy láthattuk a bevezetőbe, és azért a klub nagyon, nagyon odafigyel, és olyan pluszokat próbálna a fiatal játékosainak megadni, amivel tényleg nagyon kevés helyen van lehetőség. Ha most egyet kívánhatnál, és egy tulajdonság Juhász Roliból azonnal beléd épülne, mint játékos, akkor mi lenne az? Hát szerintem a feljátéka. Ez nagyon nehéz úgy megtanulni, ahogy tud fejelni, ez mindenképp jó lenne, hogyha én is úgy tudnék fejelni. És ha választhatnám még egyet, minden a második? Hát akkor mindenképp a vezéregyenisége, hogy össze tudja tartani a csapatot, mind a válogatottban összetartotta, mind most itt a Vidibá, hogy összetartja a csapatot. Csucsánszki Zoltán már tavaly is benne volt a mentorprogramban, és most idén is belekerültél. Nyilván a legfontosabb cél, hogy a pukád édesapád örökébe lépj. Hogy tetszett neked az előző fél év? Mesélj, milyen volt ez a mentorprogram, és ki volt a mentorod? Hát nekem a Pátkai Máté volt a mentorom, csak ugye kicsit rosszabbul ment, mert ugye izgultunk, meg minden ilyesmi, de utána a végén már, amikor passzolgattunk, akkor már jobban ment. Úgyhogy ennyi. És most idén ki a mentorod? Mit vársz ettől a fél évtől? Most a Berett Zsombor a mentorom, hát én nagyon meg vagyok vele elégedve, szerintem jó játékos, és örülök neki nagyon. Mennyit sikerült fejlődnöd az elmúlt időszakban, mit gondolsz? Hát mostában ugye nagyon sokat dicsérnek az edzők, meg én szerintem sokat fejlődtem, úgyhogy szerintem sokat fejlődtem. Mi az, amiben hasonlít a játékod a pukádére, és mi az, amiben szerinted teljesen más? Hát... Szerintem jó játszok középpályán, sok labdát veszek föl, meg nem akarom nagy képlen, csak meg nagyot rúgok, olyan majdnem akkorát, mint apa. És pontosan is rúgsz? Hát igen, azért nagyjából el tudom találni, amit szeretnék rúgni a kapuba. Mik a tapasztalataid az előző fél év mentor programjáról, te mennyire voltál aktív mentor? Én úgy érzem, hogy viszonylag aktív voltam, biztos csinálhattam volna jobban is, mint ugye minden, de napi kapcsolatban voltam a srácokkal, követtem őket, ők is írtak nekem, voltam kint meccseiken, beszéltem az edzőikkel sokszor, utána velük is, hogyha esetleg olyan téma volt, amit úgy át kellett adni, úgyhogy úgy érzem, hogy közösen jól tudtunk beszélgetni, melózni, hogyha mondhatom így. Ő részükről is én úgy érzem, hogy aktívak voltak, kérdeztek, bátran mondták a dolgaikat, úgyhogy nagyon pozitív kezdeményezés ez az egész, és újra megkaptam őket, ugyanazt a két kapust, úgyhogy azt gondolom, hogy biztos jól működött. Hogy látod a fiatal generációt, az ő generációjukat, őket, mennyire van meg bennük a szorgalom, akarat, mert hogy elhangzott, hogy a tehetség az alap, de ezen felül azért kell még néhány összetevő. Én azt gondolom, hogy bennük megvan, mert különben nem kerültek volna egybe a mentorprogramba. Amikor meg esetleg olyan dolog történt az elmúlt fél évben, hogy valaki kicsit úgy elhitte, hogy jobban megy, akkor belebeszéltünk is, és egy pillanat alatt vissza tudott váltani, de két nagyon szorgalmas, intelligens gyerkőcről beszélünk, akiknek vannak céljaik az életben, és mindent megtesznek azért, hogy elérjék, kívánom nekik, hogy sikerüljön. Azt gondolom, hogy akarat, szorgalom, ez az alap ahhoz, hogy valaki futballista legyen, és ez náluk megvan. Közép és hosszú távon mit remélnek ettől a mentor programtól? Hány éven belül láthatjuk majd a nagy csapatban ezeket a srácokat, lányokat? Hát tulajdonképpen most ugye
11-12 éves korosztály azok a legkisebbek, akik itt voltak, de 17 évesek is vannak ebben a kiemelt társaságban, tehát azt gondolom, hogy legszűkebben véve kettő, tehát 2-5 évre helyezem azt az időintervallumot, amikor ezek közül a játékosok közül jó reményeink szerint már megjelennek az első csapat keretében, és természetesen ennek folytatásaképpen majd bajnoki mérkőzésen, kupamérkőzésen a pályán azok a játékosok, akik erre méltóak. Tehát én 2-5 évre helyezem ezt a időt. A mentorprogramban résztvevő gyerekek közül sokan korosztályos válogatottak. Jánosi Ninetta és Székely Zsuzsanna révén a tehetségtámogató projektbe most először két lány is bekerült. És egy másik egészen kiváló kezdeményezés, egy éven keresztül ingyenes edzéseket tartanak a Fecskeparti Cutler Gym funkcionális edzőteremben. Majd a Bajnokok Városa stábja ott volt az első látássérülteknek szóló spin racing edzésem. A sport mindenkié. Ennek jegyében egy éves együttműködés indult a Cutler Gymben széleskörű összefogással, látássérülteket várnak hetente két alkalommal közös edzésre, melyet térítésmentesen vehetnek igénybe. Az esélyegyenlőség jegyében egy programot szerveztetek itt a Cutler Gymben. Mit kell tudni erről a kezdeményezésről? Gyakorlatilag már régóta gondolkozunk abban, hogy pont amit mondta, hogy a sport mindenkié, és hogy meg kéne ezt valahogy jól úgy szervezni, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy akiknek esetleg vagy anyagi, vagy más egyéb lehetősége nincs arra, hogy sportoljon, mégis megtehesse ezt, és nagyon jó lehetőség volt itt a spin racing termünk itt a Cutlerben, hogy a látássérülteknek szervezhessünk egy programot. És így, hál' Istennek, hogy amikor van egy ügy, akkor megtalálja az ember a társait ebben, és így sikerült erre egy támogatót találnunk, és hát az edzőnk, és mi is, és mindenki nyitott erre az egészre, és így létrejött ez a történet, ami egyébként folyamatosan, gyakorlatilag mi évekre tervezünk, hogy heti két alkalommal biztosan lesz egy edzés, ami a résztvevőknek díjtalan lesz. Ez azért is fontos, talán mondhatjuk ezt, mert hogy a látássérültek számára ugye a mozgásszegény életmód az nagy veszélyeket tartogat, nehezebben tudnak ők ugye sportolni, és hát ugye az pedig az életminőség romlásához, akár az elhízáshoz is vezethet, tehát gondolom, hogy itt ennek ilyen szempontból is van jelentősége. Igen, ami a legfontosabb, hogy próbáltunk egy olyan mozgásformát találni, amit ők nagy biztonsággal végezhetnek, ugyanakkor nagyon hatékony lett, ezért lett a spin racing, a spinning, ami gyakorlatilag megfelelő lehet abból a szempontból, hogy balesetmentes lehet, hiszen hát nekik azért figyelnünk kell erre, valamint igazán nagyon hatékony. Úgyhogy azt gondolom, egy jó választás lett, a másik pedig, hogy kell mindig egy jó edző, és Takács Petting pedig fantasztikus edzéseket tart, jó hangulatot, és emberségből azt hiszem, hogy jelesre vizsgázott, hiszen hát ez az ő ötlete volt, hogy csináljuk meg ezt, mi pedig csatlakoztunk hozzá, hogy ebben egy igazán nagy és folyamatosan sikeres dolog lehessen. Kovacsics Imre országosan elismert szaktekintély a turizmus gyógy, wellness és élmény szolgáltatásainak fejlesztése, fürdő létesítmények menedzselése területén. Fontosnak tartja, hogy a sikereiben osztozzon és visszaadjon valamit a társadalomnak. Ezért sem volt kérdés számára, hogy a jótékony kezdeményezés mellé álljon, csatlakozott az első edzéshez is. Én azt gondolom, akinek a Jóisten megadta azt, hogy tehetőse vagy valamivel sikeres, hiszen én gyógyfürdőket irányítok az ország különböző területén, ahol találkozunk mindig sérült beteg emberekkel, aznak fontos a társadalmi visszaadása az életbe, és mi is lenne jobb, amikor élményt adni valakinek, amellett az élmény mellett természetesen mozgáskoordinációs javítások, életminőségjavítás. Tehát ha úgy gondolom, ezt meg tudja tenni egy úgymond tehetősebb ember, akár csak azzal, hogy anyagilag segít, és ott van mellette a szakma, kiváló edzők, teremtulajdonosok, akkor az összefogás csak sikeres lehet, és innétől kezdve, ha csak ezt az egy jó dolgot csináljuk az életünkbe, akkor már megérte, de remélem azt, hogy ezzel példát mutatok más olyan embereknek is, akik megtehetik azt, hogy segítsenek olyan embereknek, akik rászorulok, akkor biztos vagyok benne, hogy már megérte, és minden ilyen kezdeményezés mellé természetesen mögé és mellé állok.
Itt van az első alkalomban. Fontosnak tartottad, hogy mondjuk csatlakozzál az első közös edzéshez? Fontos, hiszen demonstrálni kell mindig. Fontos az, hogy mi is azt mondjuk, hogy nem csak beszélünk, hanem megmutatjuk, hogy saját magunk is beállunk, hiszen a motiváció egy ember életében nagyon fontos. Látunk sok beszédet, de mögötte nem látunk tartalmakat, viszont ha azt látják ők is, hogy úristen, ezt meg lehet csinálni, csak az én példámon kiindulva én egy év alatt 30 kilót fogytam le, azért, mert elhatároztam, hogy elkezdek edzeni magamtól. Természetesen nekem egy kicsit könnyebb volt, hiszen megtehettem, de most ez a cél, és ezt a célt magam is meg tudom mutatni az ő számukra, hogy el lehet érni. Egy kicsit dolgozni kell érte, egy kicsit szenvedni kell érte, de ha egy jó társaságban vannak, csapatban vannak, jó a szellem, akkor biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni fog, és ezért fontos, hogy mi is itt legyünk velük együtt. Az együttműködés kezdeményezője Takács Péter edző. A szakember elárulta, hogy az alapmozgás elsajátításával foglalkoztak az első találkozón, és szépen fokozatosan alakítja majd ki az edzéstervet. Nagyon komoly edzéstervel nem készültem nekik, ugyanis ők teljesen kezdők, meg hát ugye itt a látássérülteknek azért más betegség is áll a háttérbe, tehát nekik azért kimondottan kell figyelni a terhelésre. Inkább csak először most, hogy az alapmozgás meglegyen nekik, elsajátítsák a kerékpározás érzését, alapjait egy picit, tehát hogy ezt a lábukban megérezzék. És majd innen indulunk el, és majd erre fogjuk ráépíteni fokozatosan az edzésterveket. Ugye említetted is, hogy sok esetben más betegség is áll a háttérben, hiszen mondjuk a látássérült életformában benne van a mozgás szegény életmód is, gondolom ez a kettő azért összefügghet. Így van, hát ez teljesen összefügg, mert ugye ők teljesen korlátozva vannak, tehát akarva akaratlanul, tehát ha mennének is, de egyszerűen nagyon nehezen tudnak kimozdulni otthonról. És ezt ugye én rögtön ezért is, én ezt tudtam, tisztában voltam ezzel, ugyanis van egy látássérült fiú, akit már gyakorlatilag gyerekkorom óta ismerlek, és ismerem őket, és hogy ő is mennyire nehezen tud kimozdulni otthon, nincsenek meg azok a lehetőségei, és így indult el ez a dolog. Ugye ez egy ilyen nagyon szép és nemes összefogásnak az eredményeként születhet meg. Te miért tartottad fontosnak, hogy csatlakozzál ehhez a kezdeményezéshez, mint edző, hogy felkaroljad ezt a csoportot? Hát azért kell, aki összefogja őket, és ahogy Ádámmal is szerintem már beszéltétek, tehát ezt így hárman tudtuk elindítani. Tehát ehhez sok ember kell, tehát ezt kivitelezni. Tehát ez egy teljes embert felfog. Tehát engem is, hogy végig velük legyek, vigyem őket, van, aki nem tud idejönni, eljutni, el kell menni értük. Tehát ez három, egy csapat kell. És idén is rengetegen töltötték a vasárnap délelőttöt Gánton, közel 600-an álltak rajthoz a harmadik Gánt Trail nevezésű terepfutó versenyen, természetesen mi is ott jártunk. Közel 600 induló vágott neki a harmadik Gun Trail terepfutó verseny két távjának vasárnap délelőtt. A bátrabbak 25 kilométeren tették próbára magukat, de a 13 kilométeres távon rajthoz állókra is komoly erőpróba várt a Gantikolóczi bánya területén. Az esemény csak úgy, mint egy éve, idén is teltházas volt, ráadásul ezúttal is akadtak nagy nevek a mezőnyben. Nagyon örülünk neki, mert gyakorlatilag az előnevezés december 10-én indítottuk, és február 26-án le is zártuk, mert egyszerűen teltház volt. Hát nyilván van maradt pár rajcsuk, amit nem vettek át, hát betegség egyéb más nyilván közbe jöhet, de szinte teltházzal indult, tehát közel 300 futóval indult a 25 kilométer, és a 13 kilométeren is közel 250-260-an indultak el, és akiket itt pedig most itt a háttérben látunk, ők pedig a 4 kilométeres örömfutásnak a résztvevői. Csöpörög az eső, te az elmúlt hetekben voltál kint a pályán.
milyen a pálya, mennyire állítja komoly feladat elé a futókat, és mennyire befolyásolhatja az időjárás a mai versenyt. Én azt gondolom, hogy kint az erdő tegnap jelöltük a pályát, és kint voltunk itt az elmúlt 3-4 hétben is futottuk folyamatosan, tehát az egészen a nagy hótól ugye végig követtük azt, hogy hogy változik az erdő. Tegnapi napon már nagyon száraz volt, és nagyon jó futható volt, viszont a pálya az nagyon sunyi, tehát nincs sok szint benne, tehát közel 500 méter szint van a 25 kilométeren, 220 a 13 kilométeren, de nagyon sunyi és jó, nehezen futható emelkedők vannak benne, úgyhogy nem lesz könnyű dolga a futóknak. Az eső mindjárt eláll, úgyhogy én azt gondolom, hogy tökéletes a futóidő. Nagyon komoly nevek jöttek itt, például Csomor Erika is. Kik vannak itt, milyen komoly nevű sportolók érkeztek még? Igen, hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt van ugye Csanya, aki gyakorlatilag hát sajnos futni nem tudott, mert tegnap kibicsakolott a bokája, de ő a magyar terepfutás megalapítója, de tiszteletét teszi itt a mai napon nálunk, és eljött megnézni a versenyünket. Itt van Negy Jalkov Balázs, aki a tavalyi győztes egyébként, tehát címvédőként érkezik Gántra. Ő abszolút a terepfutás élmezőnyébe számít, egy nagyon jó futó 25 kilométeren, de a 13 kilométeren itt van a Dévai Zsombor, ugye elit triatlonistánk, aztán itt van Csomorera, ugye duatlon világbajnok, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon illusztris mezőny jött itt ma össze. A hölgyeknél 13 kilométeren éppen Csomor Erika győzött. A 100 halombattai duatlon világbajnoknő elmondta, nagyon élvezte a versenyt. Ráadásul nem csak a női aranyéremnek körülhetett, abszolútban a harmadik legjobb időt futotta. Erika, néhány mondatban milyen volt, hogy esett, és mennyire illeszkedik egy ilyen futóverseny a te felkészülésedbe? Jaj, hát az én felkészülésem az elég hektikus, én már csak úgy nagyjából edzősködök, futok a tanítványokkal, meg futok a egészségemért, ez inkább ilyen levezetés már, tehát nem nagyon tervezett. Ilyenkor tényleg sok terepet futunk, mert egyrészt ez van, másrészt nagyon jó erősít. Nagyon szeretem a változatos terepet, ez nagyon szép terep volt, nem volt túl technikás, de pont jó volt, élvezhető volt. És hát ugye a végén ugye fogtuk be a hosszú távosokat, és akkor nem volt unalmas, meg kellett kerülgetni. Én azt bírom ebben a versenyekben, tényleg nem unalmas, mint az országúton, hanem nagyon kell figyelni. Az ideális táv nekem az a 13 kilométer, hamar vége van, egy órán belül. Jó volt, szép volt. Az uraknál a rövidebbik távon tulajdonképpen hazai siker született, hiszen a rendező Alba Triathlon Ese válogatott triatlonistája Dévai Zsombor volt a leggyorsabb, aki annak ellenére repeszte 13 kilométeren 53 perces időt, hogy a végén a bokája is kiment. Zsombi, gratulálok! Milyen volt? Itt a végén volt egy kis egészségügyi problémád, finoman fogalmazva, mi történt? Köszönöm szépen. Hát ugye úgy jártam, hogy itt a végénél a pálya az olyan, hogy egy jó kis lejtmenet van benne, egy ilyen erdős részen, és hát tulajdonképpen ugye egyszerre kell figyelni azt, hogy előre nézek, követem a pályát, nem menjen neki egy fának se, esetleg, hogyha belúg, meg közben a lábam elé is kéne néznem, aztán ez hirtelen úgy jött ki, hogy valamire ráléptem, és kicsit kiment a bokám, de be tudtam szerencsére fejezni a versenyt, és az időeredményem is jobb lett, mint a tavalyi. És összességében ettől a kis boka kimenéstől eltekintve milyen volt az azt megelőző 12 kilométer? Egyébként nagyon jó volt, a pálya az nagyon jó, jó gyors az egész, nagyon futható is, tehát nincsenek benne olyan szakaszok, hogy mondjuk nagyon sáros lenne, és akkor amiatt az lelassítana minket. Tényleg egy nagyon jó pálya. És mennyire illeszkedik ez a verseny a felkészülésedbe, és hol fogsz legközelebb versenyezni? Hát ugye ez nekem ilyen edzőversenynek számít, ugye hétvégente szoktam hosszúkat futni, és akkor, hogyha van egy ilyen futóverseny, akkor azon elindulok, mert nyilván ad egy kis ilyen versenyérzetet is, meg egyébként is nagyon jó a felkészülésben ezek a hosszabb távok a futáson. És a következő versenyem az április végén lesz, majd a Duatlon OB. A harmadik Ganti Trail 25 kilométeres versenyét a címvédő Negy Jalkov Balázs nyerte 1 óra 47 perces idővel, míg a hölgyeknél Dósai Molnár Szilvia volt a leggyorsabb.
Ennyi volt már a Bajnokok Városa. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva találkozhatnak. Majd én köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!